Pécsődő Nagyközség képviselőtestülete a március 15-i rendkívüli ülésén rendkívüli szünetet rendelt el a pécsődői bölcsődében és óvodában. Hogyan valósult ez meg a gyakorlatban? Tisztelettel köszöntöm a nézőket. Úgy valósult meg a bölcsődében, hogy hétfőn már nagyon kevés gyerek érkezett meg, a szülők egész felelősség teljesen vették ezt a döntést. A kevés gyerek létszámra való tekintettel csoportot össze nem vontunk, és a héten már péntekre csak egy szem gyereknek nyújtottunk felügyeletet. A jelen pillanatban, ha héten nyitva nem tartózkodunk, felügyeletet tartunk, tehát ez úgy működik, hogy a bölcsődei telefonon, mobiltelefonon szólnak, és akkor a felügyeletet megoldjuk a gyerekeknek. Vannak-e tisztítószereik, védőeszközeik megfelelő mennyiségben? Igen, mindenféle védőeszközünk rendelkezésre áll, ugyanúgy a tisztítószerek, a fertőtlenítőszerek, nagyobb takarításokat végeztek, ugye a fertőtlenítés az folyamatos a bölcsödébe, de most sokkal alaposabb, sokkal nagyobb fertőtlenítést végeztek a lányok. Ugyanúgy az ajtókilincseket naponta többször mossák, a gyerekszekrényeket többször mossák, a kézfertőtlenítő ki van téve, a kisgyerekek is kézfertőtlenítő szappannal mosnak kezet. Ha egy szülő, egy család olyan helyzetbe kerül, hogy mégis el kell a bölcsödébe hozni a gyermeket, akkor hogyan és hol tudja ezt jelezni? A bölcsödei mobiltelefonon kell szólni, ezt én fogom felvenni, és akkor én másnapra azonnal megszervezem az ellátását a kisgyereknek. A bölcsödei dolgozók most hol vannak? Szabadságon tartózkodik jelen pillanatban mindenki. Meddig tart ez a szabadság? Hát egyelőre a hétre vagyunk szabadságolva, és onnantól kezdve majd meglátjuk, hogy kérnek-e ellátást a kisgyerekeknek. Akár egy gyerekért is természetesen kinyitunk. Hogy tapasztalja, mennyire felelősségteljesen állnak a szülők, a fiatalok, a középkorúak, az idősebbek ehhez a rendkívüli veszélyhelyzethez? Én úgy látom, hogy a mi szüleink egész felelősségteljesen veszik ezt a döntést, ami történt, és elég komolyan veszik ezt az egész vírushelyzetet. Mindenki szól, hogy próbálja megoldani, de ugye ez azért nem mehet a végtelenségig, ki tudja ez meddig fog tartani, lehet, hogy hónapokig, egy szülő is most otthon marad szabadságon pár hétig, egyszer apa, egyszer anya, de ha úgy alakul a helyzet, akkor természetesen hoznia kell, mert mindenki a munkából él.